A kis herceg 18. 20. fejezet. A kis herceg nekivágott a sivatagnak, de nem találkozott, csak egy virággal. Egy három szirmú, semmi kis virággal. Jó napot, mondta a kis herceg. Jó napot, mondta a virág. Hol vannak az emberek? Kérdezte udvariasan a kis herceg. A virág látott egyszer egy bandukuló karavánt. Az emberek? Van belőlük azt hiszem 6 vagy 7, évekkel ezelőtt láttam őket. De sosem lehet tudni, hol merre vannak. Viszi, sodorja őket a szél. Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük. Viszont látásra, mondta a kis herceg. Viszont látásra, mondta a virág. A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre. Életében nem látott még más hegyet, mint a három vulkánját. De azok éppen csak a térdéig értek. A kialudt vulkánját zsámolynak használta. Egy ekkora hegyről, gondolta, egyetlen szempillantással látni fogom az egész bolygót, meg az összes embert. Jó napot, mondta találomra. Jó napot, jó napot, jó napot, válaszolta a visszhang. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Ki vagy, ki vagy, ki vagy? Felelte a visszhang. Légy a barátom, olyan egyedül vagyok, mondta. Egyedül vagyok, egyedül vagyok, egyedül vagyok, felelte a visszhang. Milyen furcsa bolygó, gondolta a kis herceg. Milyen száraz, milyen hegyes, milyen sós. És az embereknek nincs semmi képzelő tehetségük, folyton csak asszajkózzák, amit mondanak nekik. Nekem otthon volt egy virágom, mindig ő kezdte a beszélgetést. Egy szép napon aztán, miután sokáig vándorolt homokon, sziklákon, havon keresztül, a kis herceg végre rábukkant egy útra. És az utak mind az emberekhez vezetnek. Jó napot, mondta. Virágzó rózsakert előtt állt. Jó napot, mondták a rózsák. A kis herceg csak nézte őket. Mind olyanok voltak, mint a virágja. Kik vagytok? Kérdezte meghökkenten. Rózsák vagyunk, felelték a rózsák. Ó, mondta a kis herceg, és nagyon boldogtalannak érezte magát. Neki a virágja azt mesélte, hogy sehol a világon nincsen párja, és most ott volt előtte 5000 szakasztott ugyanolyan, egyetlen kertben. Hogy bosszankodnék, ha látná? Gondolta. Iszonyatosan köhécselne, és úgy tenne, mint aki a halálán van, csak hogy nevetségessé ne váljék. Nekem pedig úgy kellene tennem, mintha ápolnám, különben még valóban meghalna, csak hogy megszégyenítsen. És utána még ezt gondolta. Azt hittem, gazdag vagyok, van egy párja, sincs virágom, és lám, nincs csak egy közönséges rózsám. Ezzel meg a három térdig élő vulkánommal, melyek közül az egyik talán egyszer mindenkorra kialudt, igazán nem vagyok valami híres nagy herceg. Lefeküdt a fűbe, és sírni kezdett.